Ez itt a Képtár, köszöntöm nézőinket! Világpremiérre készültek Pécsett a Kodály Központban. Ősbemutatót szervezett a Pannon Filharmonikusok Bartók Béla születésnapjára. Ötvös Péter Széchenyi és Kossuth díjas zeneszerző karmester Szirének éneke című művét mutatták be a Maestro vezényletével streamet előadás formájában március 25-én csütörtökön este az online térben. A világélvonalba tartozó ünnepelt művész Széchenyi és Kossuth díjas zeneszerző a Kodály Központot választotta különleges műve ősbemutatójának helyszínéül. Ötvös Péter zeneszerző és karmester a Szirének éneke című nagyzenekari produkcióját kifejezetten a Pannon Filharmonikusoknak ajánlja, hiszen több éves kiváló munka kapcsolat fűzi össze a zenekarral. Nem utolsó szempont a hangversenyterem kiváló akusztikája sem. Csodálatos ajándék a sorstól, hogy 5 évvel ezelőtt a magyarországi bemutatóját tehettük a Vértenő című operájának, amelyet aztán elvihettünk Londonba is, és ez a munkakapcsolat, amelyet az Ármel Opera Fesztivál teremtett meg ennek a környezetét, hogy mi együtt dolgozhassunk. Szóval ez a munkakapcsolat egy egymásra találást is jelentett Péter és a Pannon Filharmonikusok között, és azóta minden évben egy, de inkább akár 2 alkalommal tudunk együtt dolgozni, amiben azt gondolom, hogy a 2-3 fontos kulcsmondat van. Az egyik a Pannon Filharmonikusok nyitottsága. Tehát ez egy olyan zenekar, egy olyan közeg, aki rendkívül nyitott a frissre, az újra, és hát Péter, Ötvös Péter maga az újdonság, minden egyes pillanata, ő egy jövőben élő ember, aki hoz nekünk valami impulzusokat arról, ami ránk vár a következő időszakban. Másrészt a Kodály Központot is érdemes megint csak megemlíteni, mert hogy ez a zenei tér, ez az akusztika, ez valóban olyan, ami inspirálja az alkotó művészeket is. Szóval mindezek megteremtették annak a lehetőségét, hogy eljusson ez a munkakapcsolat oda, hogy a Pétertől egy művet rendelhessünk, és megtiszteltetés, és azt gondolom, hogy Pécs számára zenetörténeti jelentőségű, helytörténeti jelentőségű egészen bizonyosan van, hogy Ötvös Péter ezt a művet a Pannon Filharmonikusok ajánlott és ragaszkodott a pécsi bemutatóhoz. A pandémia ellenére készül a zenekar Bartók Béla születésnapjára, március 25-ére, amikor a streamelt előadás este 8-kor látható az online térben. A zenekar most élt a lehetőséggel, és örömmel teremt alkalmat Ötvös Péter ősbemutatójának. Valóban Pécshez kötődjön ez a mű, mielőtt aztán visszahalljuk Rotterdamban, New Yorkban, Tokióban, és éli az életét majd. Ezt jól látjuk, hogy a következő években hol mindenhol mutatják be. És hát igen, online tér, de bizonyos értelemben sokkal több emberhez jutunk el, mint hogyha offline lennének ezek a hangversenyek, hiszen a közvetítéseinket sok ezeren követik a világban. Tehát meg lesz ennek az a tere, vagy meg tud teremtődni az a tere, ahol a zenei világban élők és az iránt érdeklődnök konstatálják, hogy született egy új mű. A Szirének hangjait halljuk. Ötvös Péter zeneműveire, munkásságára jellemző, hogy valamilyen irodalmi szövegből indul ki. És természetesen itt is arról van szó, a mindannyiunk által is visszaidézhető eposzokban ismert szirénekről van szó. Azzal a toldással vagy csavarral, vagy tulajdonképpen ahol a zeneszerző inspirált ez az anyag, az egy Kafka reflexió az ókori szövegre, illetve cselekvésre, nevezetesen az a szűk mesdje, hogy a Szirének hangjairól mindannyian gondolunk valamit, annak a csábításáról, az erejéről. Kafka ennek a komplementerét járja körbe, hogy vajon erősebb jelenség, amikor a szirének csöndben vannak, hogy vajon az magához láncol-e. Ez egy nagyon izgalmas asszociációs lánc, és az meg aztán különösen, hogy ezt a filozófikus gondolatot, ezt a zenében hogyan visszaadni, tulajdonképpen a csönd erejét visszaadni a hangok által, ez egy nagyon-nagyon izgalmas zenei eszköztárat igényel, hát ami Ötvös Péternek sajátja.
Ötvös Péter zenei közlése, a kollégákkal való interakciója rendkívül oldott, nyitott, élvezett vele dolgozni, a próbák jó hangulatban zajlanak mindig. És hogyha most hosszasan beleforgathatnánk a próbába, akkor ott viccelődést, nevetgélést, egy rendkívül oldott hangulatot találnánk, egy nagyon-nagyon halk szóhasználattal, egy csendes, mosolygós szituációt, amiről nem is feltételeznénk, hogy egyébként a lehető legflottabbul az időbeosztást tartva készül a lamű. Ötvös Péter az a karmester és zenei személyiség, akinek a keze alatt úgy készül el valami, hogy játszva készül el, hogy észre sem vesszük, hogy dolgozunk. Ez egészen különleges, és valóban az ő személyiségének a kiterjesztése ez, hogy véget ér a próbaidő, tulajdonképpen föl se tűnt, hogy már 5 órája próbálunk, az meg pláne nem, hogy haladunk, miközben egyszer csak azt hiszem, hogy elkészültünk, készen vagyunk, ez csak a legnagyobbaknak a sajátja. Így folynak a munkák. A próbák javában zajlanak, most éppen a főpróba. Izgatottan várják a világpremiért, nagyon büszkék, hogy mindez a Pannon Filharmonikusokhoz és Pécshez kötődik. Közvetlenül meg lehet jeleníteni a gondolatokat egy művészi alkotáson? Agyhullámokkal irányítható az alkotói folyamat? Ezekre a kérdésekre próbál meg választ adni az a művészeti akció, amit egy pécsi belvárosi galériában valósítottak meg. Ez az alkotás adta az alapját annak a különleges művészeti akciónak, amit ebben a pécsi galériában valósítottak meg. Gettó József saját szobrát festette meg fénnyel, az agyhullámait használva ehhez. Először nekem is furcsa volt, amikor először felhívott a Peti ezzel az ötlettel, ami nagyon felkeltette az érdeklődésemet elsőre, és izgatott, hogy ez mi is lehet, és azt is nagyon jól megérezte, hogy egyébként ennek a szobornak, vagy ennek a szobor sorozatnak, amit én már évek óta csinálok, ennek fontos eleme a fény. Nagyon fontos az, hogy mindig különböző megvilágításokban más-mást mutat a vetett árnyékai miatt, valamint ez egy olyan átirat, ami egy geometriai forma származtatásból alakított organikus formát rejt magában. A két oldal, az egyik oldala simára van csiszolva, a másik lépcsőzetes, ezáltal egy érdekes kettőség látszik, és ez tényleg alkalmas. Ennek a kockás felülete az tényleg egy nagyon érdekes téri dolgot idéz elő, ha még meg is van vetítve, akkor meg az teljesen őrületesen nézett ki. Mivel nem tudtam, se tudtam képzelni, hogy pontosan ezt hogy fog fölépülni, ezért úgy izgultam, és eleinte voltak még nem mozgó képek, amihez kicsit fel kellett magamat tuningolni, hogy lássam, hogy tényleg hogy idézhetők elő mondjuk a kép animációján, ami rá van vetítve, ott sebességet, színt, irányt, ilyeneket tudtam változtatni rajta, ami eleinte azért nem is volt egyszerű, rá kellett érezni, és idővel, ahogy változtattuk a Csoltész Peti által csinált grafikákat rajta, úgy kicsit máshogy kellett összpontosítani, de alapvetően azért tényleg össze, hogyha az ember koncentrál és rámeditál erre a történetre, akkor azért észrevehetően lehet irányítani azt a folyamatot. Például a sebesség, ennek az egész grafikának a sebessége, ami például arról szólt, hogyha én nyugodtabb vagyok, akkor ez egy lassú mozgás, és hogyha megpróbálom magamat valahogy fölizgatni, akkor ez bemozdul, elkezd begyorsulni, és szétzilálja a felületet, ami hát tényleg nagyon érdekes volt így is, hogy én vetítettem rá. Az alkotó azt mondja, további terveik vannak ezzel a technológiával a jövőben. Most ez nekünk, mint egy ilyen kooperatív, közös munka folyamat, aminek jelen pillanatban igazából az elején állunk. Ez egy nagyon nagy és nagyon messze vezető utakat nyitott meg szerintem, amivel érdemes foglalkozni úgy is, hogy ez mint önálló projekt is
tudjon működni. Beszéltünk róla többször, hogyha véget ér ez az egész vírushelyzet és bezártság, akkor esetleg nagy köztéri installációkba, amit esetleg talán valamilyen támogatást elnyerve rá, vagy valamilyen köztéri kicsit ilyen sószerűen, ez egy rossz szó, mert ezt nem szeretjük így annyira használni, de valami olyan, ami rendesen közelíti a szélesebb utcai közönséget is e felé, az érdekes dolog felé. A technológiai háttér biztosítása Soltész Péterhez kapcsolódik. Hát bármilyen meglepő, most már létezik ez a technológia, hogy EEG rendszerek segítségével lehet vezérelni dolgokat. Én egy jó 10 éve foglalkozok a fénytechnikával, különböző vizuálokkal, és eljött az az időszak, amikor egy ilyen modern technológiai fejlesztés került sorra. Egy nagyon kedves barátom mutatta meg nekem, hogy létezik ez a technológia. Ő a Szemsze appot fejleszti, Csernák Zoltán, és megmutatta nekem, hogy van ilyen, teszteltünk egyet az ő fejlesztésében, és mondtam neki, hogy hát ez szuper jó, én meg fényekkel foglalkozok, akkor nézzük meg, hogy mit lehet kezdeni az agyhullámokkal és a fényekkel, és akkor így indult ez a fejlesztés. Három éve foglalkozom ennek a technológiának a fejlesztésével, tehát részemről egészen egyértelmű volt, hogy én tudtam, hogy mit akarok, amikor megláttam Józsefnek az alkotását, akkor egyből írtam neki, hogy Józsi, csináljunk erre vizuált, vezéreljük agyhullámokkal, és szerencsére azt mondta, hogy van kedve ehhez, és akkor így elkezdtünk együtt dolgozni. Az ember a saját gondolataival tudja irányítani a körülötte lévő világot, ami egy jó és nagyon szimbolikus, meg nagyon valós dolog. Nem annyira triviális, nem annyira egyértelmű az embereknek az, hogy a saját gondolataikat hogyan tudják irányítani. Egy ilyen rendszer kipróbálása után általában ez megváltozik. Általában a saját gondolataik irányításának képessége, ennek a tapasztalata az egy fontos élmény. Számomra is az, ez úgy kell elképzelni, hogy az ember a meditációval, koncentrációval irányítja ezt a szobrot, és akkor így magát a meditációt, magát az irányított koncentrációt is megtanulja. Tehát van egy ilyen pedagógiai oldala is. Mint ahogy a felvételeken is látszik, egy páncszerű eszközt helyeztek a képzőművész fejére. Ez alakította át az agyhullámait olyan jelekké, amivel vezérelni tudta azt a programot, ami a projektoron keresztül vetített képeket, fényeket a szoborra. Újabb online tartalmakkal készült Tamás Éva és csapata. A játéktár együttese folyamatosan mondókákkal, mesékkel készül a gyerekek számára, hamarosan pedig népdalfeldolgozásokat is hallgathatnak az érdeklődők. Nem titkolt cél, hogy a szülőket is segítsék ebben a bizonytalan helyzetben. Mesék, mondókák, mozgásos, fejlesztő játékok. Többek között ilyen foglalkozásokat tartott Tamás Éva és csapata még a koronavírus előtti időszakban gyerekeknek. Már több mint egy éve azonban erre nincs lehetőség, így a játéktár együttese is az online térbe költözött. Egy évvel ezelőtt, amikor bezártak a színházak, lemondták a koncerteket és abba kellett hagyni a gyerekfoglalkozásokat, akkor egy pillanatra nagyon meg voltunk ijedve, hogy mi lesz a mi dolgunk, vagy mit fogunk egyáltalán csinálni. Aztán azt fogalmazódott meg bennem, hogy a mi szakmánknak, vagy a mi hivatásunknak, ezeknek az embereknek az a feladata mindig is, hogy örömet szerezzen az embereknek, és hogy segítsen őket kimozdítani a hétköznapokból. Ez a pandémiával megerősödött ez a gondolat, hogy nekünk művészeknek az a feladatunk, hogy most is kiálljunk az emberek mellett, és próbáljunk örömet hozni a hétköznapokba. És itt különösen gondolok azokra a kisgyerekekre és a kisgyerekes anyukákra, akik ugye otthon ragadtak, és azért egy óvodáskorú gyereket egész nap lekötni nem annyira egyszerű feladat.
akkor rögtön elkezdtünk ingyenes zeneovi tartalmakat feltölteni. Itt a kertben készítettük Alizzal az első videókat, és úgy vettük észre, hogy ennek nagyon nagy sikere van. Így ketyeg az óra, tiktak jár, benne a manócska kalapá. Ha megáll az óra, és nem jár, alszik a manócska, és nem kalapá. Aztán persze megfogalmazódott az is bennünk, hogy jó, ez nagyon szép, de miből fogunk megélni. Ezért időt, pénzt és energiát nem spórolva, marketing tanfolyamot elvégezve belefogtunk egy előfizetéses rendszer kiépítésébe. Tehát most már bárki a világon, bárhonnan elérheti a Zeneovi tartalmainkat, mesepercek tartalmainkat a legkisebbeknek, és ezeket folyamatosan forgatjuk most is. Ami egy picit nehézséget jelent, hogy ez azért nagyon sokba kerül, különösen nem csak maga a videók elkészítése, hanem a marketinge, hogy ez el is jusson az emberekhez. Illetve azt is látjuk, hogy nagyon sok anyuka vagy család került olyan nehéz helyzetbe, hogy nem biztos, hogy van arra akár egy kevés pénze is, hogy ezeket a tartalmakat megvásárolja. De most is bizakodóak vagyunk, és most is az a szándék vezérel bennünket, hogy tudjunk segíteni és színesebbé tenni a bezártság idejére a hétköznapokat. Tamás Éva emellett színházban is játszik, ám jelenleg ezekben az intézményekben sem lehet előadásokat tartani. Most a gyerekekre és a szülők megsegítésére koncentrál a csapat. Mint a művész elmondta, nehéz tervezni, mert bizonytalan a helyzet, de igyekeznek új tartalmakkal meglepni az érdeklődőket. Színházi munkánk valószínűleg ebben az évadban már nem lesz. Koncertekkel sem állunk túl jól, hiszen a szervezők is bizonytalanok, hogy mikor indulhat újra az élet, mikor lehetnek újra rendezvények. Amit mi tudunk tenni, hogy továbbra is forgatjuk az online sorozatokat, és most egy nagyon-nagyon különleges sorozatra készülünk, ahol a magyar népdalok lesznek előtérben, népi hangszerekkel, úgyhogy a zenekar fiú tagjai sem resteltek új hangszeren megtanulni játszani, és rengeteg csodaszép, ismert és kevésbé ismert magyar népdalt fogunk felsorakoztatni ebben a sorozatban. Ez hamarosan elkészül és elérhetővé tesszük, és nagyon-nagyon remélem, hogy érdekelni fogja az embereket, kíváncsiak lesznek rá, és egyrészt örömöt szerzünk vele, másrészt pedig egy picit hozzájárul ahhoz, hogy anyagilag is átvészeljük ezt a nehéz időszakot. Édesanyám, mandulával virágom, köszönöm, hogy megszültél e világra. Öledbe hajtom fejemet, homlokomon nyuszik kezed, öledbe hajtom fejemet. Ez a megható videó a tavalyi anyák napjára készült. A 2020-as évben több ilyen és ehhez hasonló projektben is részt vettek a művészek. Az egész 2020-as évet úgy töltöttük, hogy azért a maradékainkat vagy a pici pályázati pénzeket megpróbáltuk befektetni. Tavaly március 15-én édesanyák napjára forgattunk videóklippet, időközben elkészült a Vadon leső felkérésére a Vidradal, és most a Víz világnapjára pedig a Kell a víz című dalunkra készült egy helyes kis videóklip, és magaddal is azt gondolom, hogy nagyon sok információval bíró, nagyon szép dalocska, és úgy is látjuk, hogy nagyon szeretik az emberek. Az egész lemez, amit 2020-ban kiadtunk, az Ébredezés, az a természetről szól, a természetvédelméről, és ebben az időszakban én megtapasztaltam azt, hogy mennyire sokat tud adni nekünk a természet, mert rengeteg időt töltök a szabadban, kutyasétáltatással, futással, napfelkelte csodálásával, és mindenkit arra bíztatunk ezzel a lemezzel is, meg a Vízvilágnapjára készült dallal is, hogy óvjuk, védjük a környezetünket, és ezt még ebben az időszakban is megtehetjük. Kell a víz, 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 kell a víz.
A Pécsi Mami Egyesület 3 éve ítéli oda az év női példaképe elismerést olyan baranyai nőknek, akik a munkájuk mellett a családi életükben is példamutatóak. Az idei év közönségdíjasa Hekkerné Jagados Diana lett. A táncoktató néhány éve nyitotta meg mozgáskuckóját Pécsváradon. A Pécsi Fordan Táncklubhoz tartozó műhely pár gyerekkel indult, már azonban már több mint 60-ra duzzadt a létszám. A mozgáskuckót cégén keresztül Simara Rudolf, az Airbus ügyvezetője is támogatja. Sziasztok! A mai órán elkezdjük a térfelhúzást majd gyakorolni, jó? Mindenki szépen húzza ki magát, jó? Hekkerné Jagados Diana semmiből épített fel egy mozgáskuckót Pécsváradon, jelenleg azonban ez a terem is zárva van. Az oktató kislányait bevonva tartja az online órákat, hogy senki se veszítse el a lelkesedését. Pécsi Fordan Táncklubhoz tartozunk, Pap Viktorhoz, biztos sokan ismeritek. Vele kezdtük annak idején Pécsváradon pár fővel itt a táncórákat, és körülbelül 3-4 éve nyitottuk meg ezt a kis tánciskolát itt, és 60 gyerkőcünk van itt Pécsváradon. A táncoktató a termet szülők és helyi vállalkozók segítségével folyamatosan szépíti, újítja. Gyerekkorunk óta is ismerjük egymást, a szüleink is ismerték egymást. Ugye helyi vonatkoztatású táncról van szó, és hát mindenkit így próbálok támogatni a cégemen keresztül, hogyha úgy alakul a helyzet. Rudit már nagyon régóta ismerem pécsváradiként, és a kislánya még az elsők között jelentkezett annak idején táncolni, úgyhogy mint szülő maximálisan mögöttünk állt mindig, és amikor a parkettát szerettük volna felújítani, akkor ő elsőként itt állt mellettünk, és segített anyagilag is, úgyhogy leginkább így. Folyamatosan ugye itt a helyi sporttal kapcsolatosan ugye több támogatást is eszközöltünk, nem csak a foci, hanem tánc és más egyéb programokban is próbálunk támogatást nyújtani. Dia folyamatosan képzi magát, célja, hogy örök szerelme az akrobatikus rock'n'rollon kívül minél több mozgásformával megismertesse a pécsváradiakat. Nagyon nehéz, leginkább az, hogy aktívak maradjanak a gyerekek, illetve motiválni nagyon-nagyon nehéz őket. Tavasztal talán még egy icipicit könnyebb volt, online órákat próbálunk a gyerekeknek biztosítani. Most itt a harmadik hullám idején úgy gondolom, hogy ez egyre nehezebb, de nagyon bizakodom, hogy ez most már nyárra akkor megszűnik. Összesen 7 kapták meg idén az év női példaképe Baranyában díjat. A Pécsi Mami Egyesület 3 éve ítéli oda ezt az elismerést olyan baranyai nőknek, akik a munkájuk mellett a családi életükben is példamutatóak. A táncoktató a szavazás közönségdíjasa lett. Nagyon-nagyon meglepődtem. Igazság szerint 2 éjszakán keresztül gondolkodtam, hogy egyáltalán jelentkezzek-e, mert nagyon-nagyon sokan indultak ezen a kihíváson, és hát végül is, amikor eldöntöttem, hogy szeretnék indulni, akkor már bizakodtam benne nagyon, hogy sikerülni is fog. Én annak köszönhetem szerintem, hogy sikerült, hogy nagyon sok korosztályt megmozgatok. Tehát a pici gyerkőcöktől kezdve a szeniorokon át mindenkit próbálok megmozgatni, és mivel a Facebookon már sokan jelen vannak, így úgy gondolom, hogy akkor ők elég aktívak voltak ebben most. Sokan azt mondják, hogy most kéne kihasználnom az online óra rejtelmeit, viszont egy kicsit távol áll tőlem ez a dolog, viszont próbálkozom maradni a köztudatban. Jó, én már most edzek a Hannával, mert ő is ezt rakott a jegyzésterve, úgyhogy én folytatom az én edzőmmel. Sziasztok! Szia! Ennyi volt már a Képtár közéleti kulturális magazin műsorunk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!